Végéhez közeledik a búza betakarítása a csantavéri határban. A modern gépesítésnek köszönhetően 10 nap alatt befejeződnek az aratási munkálatok. A jónak ígérkező búza hozamot nagyban csökkentette a májusi jégverés. Nem vagyunk nagyon megelégedve vele, mert sok parcellát elvert a jég, úgyhogy a mi parcelláink így a zsedniki rész, azokat úgy totál megpirította, és hát az átlag az a 25 mázsa holdanként, úgyhogy nem vagyunk megelégedve. A csantavéri Gebi takarmánygyár a környék legnagyobb búza felvásárlója. Évek óta igyekeznek jó kapcsolatot kialakítani a termelőkkel. Azt mondják, a bizalom az együttműködés alappillére. A felvásárlási feltételek tudta nélkül átadták a termelők nekik a búzát. Az első 3-4 napban mi se tudtuk konkrét feltételt fölkínálni az embereknek. Most pillanatnyilag 16 dináros áron vásároljuk a búzát, ez mellett fölkínáljuk azt a lehetőséget a termelőknek, hogy raktároztassák, abban a reménybe, hogy talán majd a téli hónapokban drágább, tehát magasabb árat fognak fizetni majd a búzáért. A takarmánygyárban az elszámolást követő 48 órán belül kifizetik a termelőket, ez azonban csekély vigasz a tavainál is alacsonyabb felvásárlási árért. A búza kilogramjáért 16 dinárt kínálnak az átvevők. Ez még a tavalyi árnál is alacsonyabb. Felmerül a kérdés, vajon megéri-e Vajdaságban búzát termelni?